Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostolnak a tesztalonikai gyülekezethez írott első levele, első részének 5. versétől szól hozzánk Isten igéje. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban érkezett el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes meggyőződéssel is. Ti pedig a követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az ígét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. Az elhangzott ige versekből értesülhetünk arról, hogy milyen volt a tesztalonikai gyülekezet élete, mi volt rájuk jellemző. Pál apostol ennek a gyülekezetnek két levelet is küldött, amelyek Isten kegyelméből fennmaradtak számunkra. Ez az első levél ma hozzánk érkezett meg, amely többek között arról szól, hogy milyen volt Isten ígéjének az útja Tesszalonikában. Mert nem az ige hirdetőjének, személyének, szolgálójának az útja fontos a gyülekezetben, hanem mindig az Isten igéjének az útja a fontos, amely három részből állt ebben a városban. Az első az volt, hogy hogy érkezett meg az evangélium, Isten beszéde, ami élő és ható Tesszalonikába, ami egyedül képes arra, hogy elveszett állapotunkból kiemeljen, megmentsen és megtartson, üdvözítsen bennünket. A második része Pál apostol szolgálatának, evangelizációjának, hogy mit végzett el a Tesszalonikában élő gyülekezet szívében Isten igéje. És harmadik pedig az, hogy hogyan terjedt tovább Isten igéje a Tesszalonikában élő hívőktől. Mert Isten igéjének az útja nem csak abban áll, hogy meghallgatjuk az ige hirdetést, le van tudva, minden rendben van, hanem Isten igéjének az útja az, hogy meghallgatjuk, átjárja a szívünket, lelkünket, elvégzi bennünk a maga áldott munkáját, rendet rak életünkben, kiigazítja gondolatainkat, bűnbánatra és megtérésre indít bennünket, és hálás, szolgáló életre rendeli életünket. Isten igéje, amit hallottam, ami elvégezte bennem áldott munkáját, az tovább árad, tovább terjed tőlem mások felé. Amiképpen beszélt erről Jézus Krisztus a hegyi beszédben, nem rejthető el a hegyen épült város. Ez a három csodálatosan együtt volt Tesszalonikában. Imádkozzunk mi is ezért az énekíróval, Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Mind igazak és ámmenek, amik szádból kijöttenek. Azért, amit nem látok szemmel, beveszem szavadra hitemmel. Amen.